A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a kezdőkör nézőit és hallgatóit, ez is sportos kibeszélő műsorunk, amelynek elején akkor is az előző adásban tett fogadalmamnak megfelelően a kosárlabdával kezdenénk, hogyha nem történt volna az, ami a hétvégén, sőt azok, amik, mert azért rengeteg, legalábbis több nagyszerű hírünk van, és hát emlékezetes esemény, úgyhogy bár más sporták kapcsán is bőven van tárgyalni valónk, mindenképpen a kosarasokkal kezdjük mai vendégünkkel, vendégeinkkel, a Fekete Sereg van itt a stúdióban, Németh Krisztián, a FEOL szerkesztője, kollégánk Farkas Szilárd a Fehérvár Média Centrumtól és Mátai Balázs a Média 24 szerkesztője, és hát a, nem tudom, hogy itt a magyar válogatott vagy a futballultrák előtti tiszteletből vett mindenki fekete pólót, de mindegy, hát így van ez most, reméljük, hogy a stúdió világítása azért kellően erős ahhoz, hogy mindenki látszódjon és ne csak hallatszódjon. Bocsánat, te miért vagy zöldbe? Ez itt a kérdés. Elmondanám, van rá kész magyarázatom, ezt a inget ugyanis a netről rendeltem, és ott még más színűnek tetszett. Aztán ez jött, hát nem tudok mit tenni, de amúgy nincs vele bajom, tehát én behódolok szintén a trendeknek. Na szóval kosárlabda a bajnoki döntőre készült, ugye az Alba Fehérvár, amikor az előző adásban beszéltünk, azóta két mérkőzés lement, és hát nehéz lenne azt mondani, hogy olyan könnyű elfelejteni ezeket a meccseket, főleg a legutóbbi Fehérvárit, és ragadjunk is meg ennél, ugye egy-egyre áll a bajnoki döntő a szombathelyi Falkó a címvédő ellen, úgyhogy mindkét csapat hozta a hazai meccsét, na de hogyan? És ugye ma adásunk napján este jön majd a harmadik találkozó Szombathelyen. Nem tudom, néztétek-e, vagy utólag néztétek-e a mérkőzést. Fél időben 22 ponttal vezetett a Falkó Fehérváron, azok után, hogy ugye otthon is nyert 12-vel, de ott úgy, hogy meg az Alba vezetett 18-at. Tehát őrületes ringlispil ez az egész. Azt hiszem, olvastam, és jogos is, hogy a kosárlabda szépsége, drámája, minden benne van. És ilyenkor jó, hogy az egyik résztvevő a mi csapatunk, csak amikor éppen ott az ember kapja az agyérgörcsöt a fél időben, vagy azért, mert adjuk le a megszerzett előnyt, vagy azért, mert fordított előjele, kezdjük ledolgozni a hátrányt. Hát ezek azért félelmetes pillanatok, és hát két nagyon emlékezetes meccset produkáltak a csapatok. Hitchcock sem tudna, azt hiszem, szebb thrillert alkotni, mint ez a két meccs, de főleg az itthoni, hiszen az utolsó... Főleg úgy, ha megalkotja az elsőt, és akkor a második filmjére beülsz, és nem gondolod, hogy még egyszer ugyanazt fogja eladni, és azért döbbensz le. Igen, tehát a koreográfia szinte ugyanaz volt. Jó, azért én is egy kicsit jobban szerettem volna, ha úgy alakul, mint a Szombathelyi, hogy az utolsó egy-két percben már azért hátra lehetett volna dőlni. De hát egy tized másodperccel a vége előtt sikerült befújni a játékvezetőnek ezt a faltot, nem faltot, ütött a Vojvoda, oda ütött, nem ütött oda. Olyan kavarodás volt már ott, hogy szerintem ott érintkezett sok mindenkivel, de az biztos, hogy azért Kavels keze nem véletlenül remegett meg onnan fentről, lehet, hogy valaki egy kicsit meglökte neki, mert ez így volt igazságos, én azt gondolom. Azt mondták a közvetítésben, hogy ellenséges hangulatban kellett dobnia. Itt Megyéri Zoli kollégám, aki az operatőr most a stúdióban is mondta, hogy hát ez egy kicsit ilyen sértő. Én azt gondolom, hogy ebben a szituációban speciál tényleg nehéz mást mondani, hiszen amikor egy csarnok fütyül és fújol és kívánja, hogy néhány centit tévedjél, akkor tényleg nem lehet azt mondani, hogy baráti tűzben kellett végezni ezt a dobást. Egyébként nem tudom, hogy ti hogy éreztétek a két meccs közti különbséget. Én azért egy kicsit mind a kettőt nézve úgy éreztem, hogy az Alba nagyobb gödörben volt, mélyebben volt, sokkal kevésbé volt a meccsben ezen a hazai találkozón, mint a Falkó a Szombathelyén. Valahogy ott jobban benne volt nekem, hogy hazai pályán ők azért le tudják dolgozni ezt a hátrányt. És hát azért is volt különösen döbbenetes ez a harmadik negyed, mert az első kettő és különösen a második alapján aztán szerintem az égvilágon senki nem hitte, hogy ez fejben mentálisan ilyen erős tud lenni az Alba. Ugye jó néhány mérkőzéssel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy itt lesz az Alba a döntőben. Néhány adással ezelőtt pedig felvetettem azt még ugye a döntő előtt, hogy hát
hogy hát mikor jó kikapni. Nyilván soha, de ha már így alakult a forgatókönyv, akkor szerintem lélektani szempontból is az, hogy az első mérkőzésen kapott ki az Alba, és nem a másodikon, amire mindjárt kitérek majd, hogy az elsőn kapott ki. Ugye jó, ki lehet kapni, nyilván a Falko az ellenfél, ugye, aki most már kétszeres bajnok, ugye, ha csak az egymás utáni két múltbéli döntőt vesszük, akkor ők az esélyesebbek, ők voltak az esélyesebbek. Az, hogy milyen gödrökből tápászkodtunk fel a második meccsre, az azt mutatja, hogy van tartása a csapatnak. Nyilván az edző Zubiaga és a stáb is elmagyarázta a csapatnak, hogy hát igen, most kaptunk ki, de most ez egy kiózanító pofon volt. Viszont a második mérkőzés sem volt sima, és itt szerintem felvetődik azért a kérdés, hogy bár ugye visszajött az Alba nagyon mélyről, de hogy ezt a meccset mi megnyertük-e, vagy inkább a Falko vesztette el? Hát ugyanúgy, ahogy az első mérkőzés kapcsán meg ugye fordítva vetődik fel, mert ott azért az Albának is 20 pont körül volt az előnye. Nem tudom, tényleg nehéz is énkor, azt se lehet megmondani, hogy most akkor éppen a lélektani hullámvasúton ki van fölül, ki van alul. Ma lesz egy harmadik meccs, azt mondják, hogy jó, most az Albának van azért lelki előnye, de én ezt már nem tudom. Az biztos, hogy az talán ti is olvastátok, Vojvoda Dávid elmesélte, hogy azért ott szünetben röpült minden az öltözőben. Szért kellett csapni egy kicsit. Tehát gyakorlatilag vért ittak, és egymást hergelve, ordítozva, és valószínűleg a saját rossz teljesítményüken is felháborodva jöttek ki a harmadik negyedre. Érdekes, én nem tudom, hogy minek tudható be ez a fajta hektikusság, mégiscsak Magyarország két legjobb kosárlabda csapatáról beszélünk, és ilyen szintű hullámvasút szerintem biztos, hogy felvett több kérdést. Szerintem az edzők is erőteljesen ezen gondolkoznak, meg maguk a játékosok is. Én a második mérkőzést sajnos nem láttam, az elsőt figyelemmel kísértem televízióból. Minden tiszteletem és elismerésem, és ezt hangsúlyozom a kollégái, aki közvetítette, vagy a kolléga felé, aki közvetítette azt a mérkőzést, de én, ha nem baj, akkor ezt hang nélkül hallgattam egy idő után, mármint egy kommentár nélkül, mert úgy éreztem, hogy nem feltétlenül pártatlan. Nem egyenlőek az esélyek, úgy éreztem az esélyek a közvetítésben. Igen, érdekes, nem tudom, tényleg, szóval két top csapat, és olyan hullámhegyekbe vagyunk képesek mi is bezuhanni, meg a hát a Falkót azt agyon csaptuk kint Szombathelyen a meccs elején, és mégis mi történt. És egyébként, ha már itt a minden repült az öltözőbe kérdéskörre vissza térhetek, akkor az elődöntőben is volt ugye egy mérkőzés, ahol azt hiszem a második negyedet, az gyakorlatilag nulla pontot szereztünk 8 percen át. Így van, a Kecskemét ellen. A Kecskemét ellen, és akkor Vója lejött a pályáról, és akkor oldalra ment, és ott is szétrugott valamit. Tehát, hogy, ez szerintem jó, mert azt látod, hogy ők akarnak, hogy benne van a szívük, lelkük, és nagyon mérgesek magukra, és nem az ellenfélre, vagy az ellenfél ultráira, és nem másra kenik, hanem vállalják a felelősséget. Ez szerintem mindenképpen előre visz, és hogyha tényleg borulnak a kulacsok a szünetben, és egymást hergelik, akkor az szerintem csak előre vezet. Ez egy nagyon érdekes kérdés ez a lélektan egyébként a döntőben, hogy ki honnan áll fel. Én azt is mondanám talán, lehet, hogy nincs igazam, de lehet, hogy ebben a helyzetben az igazság is benne van a történetben, hogy két top csapatról beszélünk, jelenleg Magyarország két legjobb csapata, hiszen ők játsszák a döntőt, és ők nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy elhúznak 18-20 ponttal bizonyos csapatok ellen, és azok vissza tudnak onnan jönni. De a Falko és az Alba képes rá. Megvan az állományuk, megvan a keretük, megvan a lelkesedésük hozzá, és ez egy ilyen döntő. Nyilván én azt gondolom, hogy ennek most már vége lesz, hogy ezek a 18-20-22 pontos mínuszok és visszajövünk, mert mindenki csapat most már nagyon rágyúr erre, hogy nehogy beleszaladjunk ebbe a pofonba még egyszer. De hogy kiélezett lesz a további nem tudom hány meccs, az egészen biztos az igazán élvezetes sportágaknak tényleg a jellemzője, és nagyon különös, hogy mondjuk például a labdarúgás a világ legnépszerűbb sportja, e tekintetben talán nem tartozik ide, hogy valóban pillanatok alatt két-három támadással fordulhat meg minden, ott, ahol ugye sok gól van, sok támadás, és ez a kézilabdára is most már az atomkorszakban abszolút jellemző lett, és kosárban is, ahol pedig tényleg azt gondolnánk, hogy azért 18-20 pont az sok, mert azt még három pontosból se lehet két dobással eltüntetni.
de láttuk, hogy tényleg az a rövid zárlat, vagy a másik oldalról nézve az a, az, az elképesztő akarat és elszántság, ami belekergeti az ellenfélet egy ilyen bénultságba, az 5 perc alatt tüntett el. Tehát nem egy negyed alatt, 5 perc alatt 18 pontot dolgozott le az Alba a 22 pontos hátrányából, tehát egy fél negyed alatt. És azért utalva arra, amit Krisztián mondott, hogy csúcs csapatoknál ilyen hogy fordulhat elő, és mindjárt akarok beszélni Hanga Ádámról és a Real Madridról. Az Euroligát úgy nyerte meg a Real Madrid, hogy egyrészt két meccses hátrányban volt a Partizánnal szemben, és elment Belgrádba, tényleg a pokolba két meccset játszani. Ott is tudott nyerni, ott is meccsen belül is tudott nyerni hátrányból, és most a négyes döntőben is, és az utolsó mérkőzésen is az Olympiakos gyakorlatilag végig uralta a mérkőzés, nem volt ekkora különbség. Hát beszéltünk foci, meg más kapcsán a DNS-ről, mi van a falakban, mi van egy klub genetikájában. Most ez itt megvalósul, itt azért két bajnoki matéria találkozik, a Falco négyszeres, az Alba ötszörös magyar bajnok. Ezekben a csapatokban igenis legyen benne, hogy egy adott pillanatban felrobban minden, és akkor olyan teljesen irreális dolgok történnek. Úgyhogy szerintem azért ez is benne van. És hát még egy dolog, hogy az edzők szerepét említettük, vagy Zubiágáit. Nehéz eldönteni, hogy azzal tette jót, hogy húzott valamit, vagy azzal, hogy nem. Mert a harmadik negyedben gyakorlatilag fönnhagyta azt a csapatot, amely elkezdte önkívületben, és egyébként tényleg a végén lehetett látni, hogy a segükön veszik a levegőt, tehát ez fizikálisan is egy brutális meló volt. És nagyon minimálisan nyújt csak be. Tehát ott nem szabad. Amikor ennyire elkapja a fonalat egy társaság védekezésben, támadásban, akkor hátrébb lépett, és azt mondta, hogy jó, akkor most kivételesen Somogyi marad a padon, kivételesen kevesebbet variálok, és az az öt ember, az meghozta, vagy megnyerte a meccset. Igen, az a szegmens, amiről most beszélünk, az mindig teljes rejtély, és most az jutott eszembe, hogy egy tévéközvetítés segítségével már mindent vissza tudunk nézni, minden apróságot, minden nüanszot, mindent lát a kamera. De például azt, hogy milyen lelki állapotban van egy-egy játékos, és aztán az ő, nem tudom, hanghordozása, testbeszéde, mit jelent, vagy ez milyen hatással van a társakra és az egész csapatra, ezek nagyon finomságok, és ezek például nem követhetőek, de például lehet, hogy eljut egy idő múlva odáig egy tévéközvetítés, hogy már azt is tudjuk, hogy Vojvoda milyen púzus számmal dobja a büntetőt, vagy lehet, hogy nem lenne jó. Igen, vagy hajjuk a hangját, tehát, hogy ebben azért sok lehetőség van, és ezek a finomságok azok szerintem, amik nagyon sok esetben, amikor nagyon apró nüanszok döntenek, akár egy ilyen bajnoki döntőben, akkor meghatározóak lehetnek, és hosszú távon kihatással lehetnek egyik vagy másik csapat teljesítményére. Úgyhogy ezek érdekes dolgok. Én nagyon szeretem például azokat a filmeket, amik hát jellemzően ezek labdarúgásban készülnek, amikor bemegy az öltözőbe a kamera, és akkor látod, hogy mi történik a háttérben, hogy hogyan áll össze egy siker vagy egy kudarc. Ezek a sport finomságok. Ted Lassót nézed? Az csak fikció, de... Azt nem nézem, én nem tudom, én nem, Ted Lasso. Nagyon jó sorozat, hát egy fikszív sorozat egy amerikai foci edzőről, aki belecsöppen az angol labdarúgásba, mint edzőként, és ott csak ezt a nevet hallottam. Jó vígjáték, de egyébként nagyon jó karakterek, felismerhető karakterek vannak benne. Na, szóval visszatérve, innentől tényleg nem tudom, hogy ti hogy, vagy mit tippeltek, lélektanilag, taktikailag egyáltalán ki tudja még meglepni a másikat, de egy gondolattal kitérve arra, amire Krisz is már finoman utalt, hogy a játékos a pályán, a másikban tényleg az ellenfelet, nem az ellenséget látja, a szurkoló az megteheti, hogy kiabál, hogy fújol, hogy ellenséges légkör teremt, de ugye Pongó Marci szóvá tette, hogy azért leköpték őt a Falco táborból a mérkőzés után, ami valóban azt gondolom, hogy jogosan, még egy ilyen helyzetben is jogosan mondja azt a játékos, hogy hát ezt azért ne, és hát én nagyon bízom benne, hogy nem e felé fog elmenni a hangulat, mert egyébként amúgy tényleg nagyon jó volt mind a két meccsen a hangulat. Nagyon jó volt, igen. És az jó látni, még visszatérve, egy rácsatlakozva a Krisztián gondolatmenetére, hogy most egyik csapat miért jó, vagy miért nem, meg miért vannak a topon. Tehát amióta az edzőváltás megtörtént, látszik, hogy Zubiaga nagyon jól él együtt a csapattal. Most lehet, hogy taktikailag nincs akkora zseni még, mint mondjuk Konakov, akinek nagyobb a rutinja, vagy bármelyik más rutinos nagymúltú magyar mezőnyben dolgozó edzőnek, de hogy jó a PH közte és a csapat között, és egymásért mindent megtesznek, az ténykérdés, és az látszik, és ez nagyon fontos. Még akkor is, ha nem jó a szakma, vagy nem annyira
kiemelkedő szakma, de ha fejben jól össze vannak hangolódva. Talán ez fontosabb is, azért tudunk olyan edzőket, nekem is eszembe jut a magyar kosártörténelemben, és olyan csapat, ahol úgy lett bajnok egy csapat, hogy az edzője egyébként, hát most finoman fogalmazva se volt a sportág zsenie. De ha a játékosok jók, és a játékosok tudnak és akarnak küzdeni, és azon kívül jó kosárlabdázók, akár egymásért, akkor tényleg egy edző szerintem azt teheti a legtöbbet, hogy akkor hátralép is az, hogy a gyerekek, akkor oldjátok meg. Igen, hát egy Vojvodának nyilván, meg Pongónak senkinek nem kell elmagyarázni, hogy mit csináljon, mert tudja, hogy mi a dolga. Az egy más húzdi esetleg. Igen, az egy más dolog, hogy például a Pongónak volt korábban rengeteg olyan kulcsmeccse, amikor az utolsó egy-két percig zseniálisan dobott mindent, és akkor elkezdett remegni a végén a kéz, és nem tudta azt megcsinálni, mint most. Most már inkább nyerő ember. Így van, 8 másodperccel vagy 9 másodperccel a végelőtt bement, bedobta, felrakta, kész. Aztán ami utána történt, az már tényleg csak a szerencse kérdése volt számunkra, de azt gondolom, hogy igazságos ez az egy-egy most. Hát azt hiszem, hogy a Zubiaga mester azt is meg akarja, és meg is tudja tanítani a tanítványainak, hogy ugye ott vagyunk egy döntőben, és ilyenkor talán nem is a másik csapatot kell legyőzni abban a tekintetben, hogy ha egy kicsit rosszabbul teljesít a gárda, akkor saját maguk rossz teljesítményét kell legyőzni. Tehát ezek azok a dolgok, amik fejben dőlnek el, hogy hogyan lehet kimászni egy gödörből, hogyan lehet visszajönni. Ezt ugye meg lehetett tenni a nagyszünetben, az öltözőben, amit hallottunk, hogy volt egy kis hajszárítás, helyreigazítás, de a csapat is egymást, csapatagok is egymást hergelték, hogy mindenki jobb legyen. Tehát nem leszúrták egymást, hanem feltüzelték egymást, és ez nagyon fontos lehet a továbbiakban is. Meglátjuk a továbbiakat. A jövő héten már úgy fogunk beszélgetni biztosan ebben a műsorban, hogy tudjuk, hogy ki a magyar bajnok, hiszen ugye most kedden van a harmadik mérkőzés, és ezen a héten, ha szükség lesz, akár mind az ötöt lejátszák, vasárnap lehet egy ötödik mindent eldöntő találkozó, de hát egyelőre tényleg megjósolhatatlan itt a koreográfia. Amit viszont már tudunk, hogy a Real Madrid nyerte az Euróligát, amiről ebben a műsorban alapesetben nem beszélnénk, bár a Real Madridról mindig jó beszélni, de hát Hanga Ádám személyében először a kosár történelemben magyar Euroliga győztes játékos van, és én azt gondolom, hogy ez egy kicsit szimbolikus is, mert talán soha senki annyira nem érdemelte meg magyar sportolóként, hogy ilyen szintű sportágban ilyen szintű győzelmet arasson, és mindig lehet vitatkozni Ukajzer Tomival, rengeteget meg is tettük, most ő nincs itt, hogy mi az az igazi európai meg világszinten számító sportteljesítmény, ami olyan sportágban következik be, amire tényleg mindenki figyel, üzletileg is ott van, népszerűségében is. És hát tök jó, hogy ugye pont a múlt héten Marozsán Fábián kapcsán mondhattuk, hogy hú, micsoda világra szóló győzelmet adott egy meccsen egy magyar teniszező. Tudjuk Walter Attiláról, hogy a legnagyobb profi szinten űzi most már a kerékpársportot is, hogy adódnak ilyen sikerek. Én lehet, hogy elfogultan ezt most mindegyik fölé helyezem, és azt gondolom, hogy jelen pillanatban Hanga Ádám a legmagasabb szinten a legnagyobb sikert elérő magyar sportoló, és hát mégiscsak innen az Albából indult európai hódító körútjára. Nagyon nagy utat járt be, de aki a Barcelonában és a Real Madridban is játszik, bármilyen sportágról legyen szó, azt szerintem megkérdőjelezhetetlenül a legmagasabb szinten van. Abszolút, és azért büszkék lehetünk tényleg rá, hogy említetted, hiszen Ádám Dávid Kornéval ellentétben, aki szintén az Albából került ki az NHL-be első NBA-be. És egyetlen, vagy NBA-be így van, első és egyetlen magyarként. Ádám szintén, de ő itt is nevelkedett, tehát Kornét már készjátékosként kaptuk, de Ádám azért a mi kölykünk, gyakorlatilag mondhatjuk. Igen, inkább. Hát a fekete sasoktól jött nagyon gyerekként, és valóban itt az Albó utánpótlásából került aztán a felnőtt kosárlabdába. Úgyhogy büszkék lehetünk rá. Az, hogy most 6 vagy 8 vagy 10 percet játszott csak a döntőben, nyilván benne van az is, hogy azért már nem 25 éves. Hát a nála idősebbek nyerték meg a meccset, de egyébként szerintem többet is játszott, és a védekezésben elképesztő nagy melót tett le. Neki ez volt a szerepe. És hát még annyit, hogy aki ismeri Ádámot, tudja, hogy egy annyira végtelenül szerény, normális embernek megmaradt ilyen sikerek közepette is. Voltak, akik kicsit sajnálkoztak az ő karrierje kapcsán is, hogy hát az NBA nem jött össze, meg én nem tudom, én most már az európai kosárlabdát hajlamos vagyok az NBA fölé helyezni taktikailag, tehát ezen az Euroliga szinten mindenképpen, bár kétségkívül óriási show és a leglátványosabb dolog a világon a kosárlabdában az amerikai liga,
de mindegy, visszatérve Ádámra, szerintem egy olyan sportember is, nem csak kiváló sportoló, aki messze menőkig megérdemelte, hogy, hogy ezt a sikert végre elérje. Három Euroliga döntőt kellett vívnia hozzá, mondjuk azért ez se sokaknak adatik meg. Nekem sajnos nem volt alkalom, tehát én akkor nekem még semmi közöm nem volt Székesfehérvárhoz, amikor Hanga itt... Váltottátok egymást kis túlzással. Igen, de egyébként most, hogy soroltad itt akár Walter Attilát, vagy Marozsán Fábiánt, vagy Hanga Ádámot, az almát a körtével nem lehet összehasonlítani, az egész biztos, de tehát összességében véve a magyar sport eredményességét nézve, szerintem most már mondhatjuk azt, hogy, hogy ezek az eredmények nem csak úgy kicsúsznak, hanem nagyon sok élsportolónk kőkeményen beleáll ebbe a vetélkedésbe, legyen akár kosárlabdázó, akár országúti kerékpáros, akár bármi más, és ennek megvan az eredménye, és nyilván ha most Walter Attiláról beszélünk, nyilván nagyon sok minden kell a háttérben ahhoz, hogy ezek a dolgok működhessenek, és úgy tűnik, hogy a magyar sport ebből a szempontból is működőképes. De ez nyilván Hanga Ádám érdemeiből semmit sem von le. Sőt, hát ő még akkor került ki, amikor nem volt tényleg ennyi kirakat emberünk, egyébként a nagyon sok most sincs, és nyilván egy dolog, tehát valóban nem lehet összehasonlítani egyrészt egyéni sportággal, csapatsportággal, hiszen nem mondhatod egy kosárlabdázóról, hogy csak ő és csak miatta nyer a csapata, míg egy kerékpáros azért mégis egyedül küzdi le a adott esetben a hegyeket, vagy nyer sprintet. Úgyhogy nem akarom én se ezt megtenni, de az biztos, hogy ha a sikert nézzük, az eredményt, akkor mondjuk a rózsaszín trikó tényleg a Giron néhány napon keresztül ez megkérdőjelezhetetlen nagy siker. Egy meccset megnyerni egy tenisztornán, az is olyan, hogy ha olyan az ellenfél, akkor persze fölkapjuk rá a fejünket. Itt Hanga esetében azért most már bajnoki címekről, és most már Európa Liga, Euroliga győzelemről beszélünk, azért mondtam, hogy talán őt fel lehet emelni a tekintetben. És azért mondjuk el a Baskonia csapata nevét is, mert ugye ez is egy top csapat volt. Mondjuk el. Tehát ott is játszott. Tehát, hogy nem véletlen, hogy milyen szinten van. Tehát véletlenül egyszer egy nagy csapat mellé nyúlhat, igazolhat olyan játékos, aki nem jön be. De a Barca, aztán a Real is. Kozma István, te megítik a Liverpool szurkolói. Tehát, hogy Hanga nem a magyar Kozma fociból átvett hasonlat, az biztos. Tehát ő megtette, amit meg kellett, és szerintem profi módon teszi is a dolgát, úgyhogy gratulálom neki. Azt hiszem, hogy mindig nagyon jó és örömteli, amikor ilyenekről beszélgethetünk, hogy Fehérvárhoz is kötődő sportolók érnek el olyasmit, amire mi büszkék lehetünk, és a világ elitjébe tartoznak a saját sportágukon belül. És azt mondom, hogy azért az egyéni sportágokat nyilván nem lehet a csapathoz viszonyítani, de egyénileg akkor is ott kell lenni, hogy te benn legyél abban a csapatban, és nyerni tudjál. Egy nagyon picit Marozsán Fábián kapcsán is van fehérvári kötődés abban a tekintetben, hogy néhány hete még itt játszott a Challenger tornát, és kapott ki az elődöntőben ugye Kiskuton, ahova néha azért ugye mi is ellátogatunk. Az a vereség kellett ahhoz, hogy később Kiskut. Csak azért mondom, hogy Fehérváron indulva egy kicsikét hova lehet eljutni, mert ha mostanában valaki megnyitja ugye a közelgő Roland Garros kapcsán a Roland Garrosnak a telefonos applikációját, ugye Marozsán, a nemzetközi applikációt, akkor a Marozsán Fábián a háttér. Igen, oda csapottak az Alcaraz helyet. Alcaraz lett volna, de hát sajnos kikapott. Sajnos kikapott. Egyébként nyilván sokkal közelebbi, vagy sokkal konkrétabb kötődése van például Szoboszlai Dominiknek Székesfehérvárhoz. És biztos, hogy, és ha itt lenne Kajzé, már ordítoztuk volna azon. Egyébként nyilván a foci mindenek fölött, és Szoboszlai meg Gulácsi teljesítménye biztos, hogy több címlapot megér, mint a kosárlabda. Szurkolok nekik, tehát tényleg mondjuk bajnokok ligáját nyerjenek, vagy egy Európa ligát, vagy játszanak olyan klubban, ki tudja most Dominik kapcsán ugye hogy mesélik, fogva? Hogy a Chelsea. A Newcastle, igen, most a Newcastle érdeklődéséről azt írták, hogy ha kiharcolja a BL szereplést a Newcastle, akkor rámennek Szoboszlaira. Há, most kiharcolták, úgyhogy igen, a kicsit olajtól bűzlik az az új fajta nagy csapatság, de hát ez manapság elkerülhetetlen, úgy látszik, Angliában főleg. Na, hát beszélünk majd nyilván arról is, hogyha ilyen magasságokba jutnak a labdarúgók. A hokisokkal nagyon sokat foglalkoztunk az előző adásban, ugye Gál Péter itt volt, és hát kifejtette, és igaza is lett, hogy azon az egy meccsen kell nyerni, ami a bentmaradáshoz szükséges.
hát nem tudom, ennél fájóbbat, hogy tényleg szétlövésben, gyakorlatilag tényleg egy lövésen múljon, nehéz elképzelni. Persze mindig lehet mondani, hogy a sors hosszú távon kiegyenlíti a számlát. Kellett némi szerencse az, hogy feljussunk, hiszen csapatokat zártak ki, így is lehettünk ott. De hát összességében, amikor 3-1-re vezettünk a kiki meccsen az osztrákok ellen, akkor szerintem tényleg mindenki kézzel fogható közelségben érezte a csodát, hogy a magyar válogatott nem csak ott van a világelitben, hanem meg is ragad. Bizony. De nem ragadt meg sajnos, és tényleg ezen múlott, hogy a szétlövés és a szerencse. Kiposztoltam a cikkemet erről, és akkor oda kommentelt egy ismerős, hogy most mi ebben a szerencsét, nem ütöttek több gólt, nem nyertek. Ilyen hát, a sport. Ilyen a sport, és bocsánat, de ez ugyanolyan lutri, mint a fociban a 11-esek, ezek a rávezetések. Már nagyon fáradtan áll oda a játékos. Nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy tud koncentrálni. Sokkal kisebb százalékból sokkal, lesz így van, sokkal kisebb. A kapus eltakarja a kapu háromnegyed részét, ha az a termetés jól áll be, hogy a hoki kapusokat általában úgy válogatják már ifjabb korukban, hogyha lehet minél alacsonyabb legyen és tömzsibb. Úgyhogy ez érdekes történet, de az biztos, hogy valóban így nagyon fájó, hogy így. És egyenlő pont számol, és minden oké, okay, csak ez nézve, nem, hogy igen, nem sikerült behúzni. Nagyon fájó, és a másrészt viszont, hogy nyilván majd, ha elemezzük, hogy valójában mi a realitás. A magyar válogatott azért 3x7 gólt kapott ezen a világbajnokságon, nyilván olyan csapatoktól, ahol eleve nem volt esély győzni. A németek ellen egy kicsit ugye föl is adtuk a készülve már a kiki meccsre. Meg a svédeket de valójában nem. A franciák hosszabbításos legyőzése igazi. Bravúr volt, az osztrákoktól is végül is szereztünk pontot. Én azt tehát gondolom, hogy abszolút, lehetett, az megvolt, abszolút ez a realitás, igen. Ennél többet nem lehet várni. Hogy most éppen olyan volt a széljárás, hogy ezzel az eredmény sorral nem tudtunk bennmaradni. Volt, hogy nem, ennyi pontot nem szerzett a magyar válogatott az átcsoportban, és úgy esett ki. Most sajnos ez volt elég. Azt nem tudom, hogy ti hogy látjátok, hogy Beke Zsombit lenne, biztos jobban szólna hozzá. Én ilyen Facebook meg egyéb hozzászólásokat olvastam, hogy talán kapusposzton kellett volna az a kis plusz, vagy az a több bravúr, és itt már nyilván nem a szétlövésről beszélek, de összességében mondjuk Bálizsra sem lehet ráhúzni, hogy miatta nem maradtunk bent. Nem, abszolút nem. És azt gondolom, hogy azon kívül, hogy volt egy-két szerencsétlen gólja, a szinte 0 kilométeres fehérvári srácnak, a Horváth Dominiknek sem lehet sok mindent a szemére vetni. Az, hogy a kapitány őt vitte ki a VB-re, ez az ő döntése hát volt. Rajna Miki megsérült. És ugye Rajna megsérült, így van. Az, hogy most a Hetényi itthon maradt, meg a Vai, nem hoztuk ki egyéb, mert ugye voltak ilyen kritikák, hogy szegény horvátot így most porigalázzák, és elmegy az önbizalma, nem gondolnám azért. Szerintem ez pozitívan fogta fel, hogy ott lehet egy VB-n top csapatok ellen védhetett. Tavaly az Albában ugye bizonyított pont top csapatok ellen a BL-ben. Tehát azt mondani, hogy én most annyira rutintalan, és hogy miért kellett őt vinni, ezzel nem feltétlenül értek egyet. Egy biztos, a magyar jégkorong most is bebizonyította a Fehérvárival együtt, hiszen 8 játékosunk volt kint a VB-n és kapott szerepet, hogy előrelépett a magyar hoki. Most már nem csak egy mérkőzésen nézzük a pozitívumot konkrétan. 2 meccsen tudtunk pontot szerezni, és pont azoktól a csapatoktól tudtunk pontot szerezni, vagy azok ellen, akik ellen lehet is. Tehát velük már most már tényleg elmondhatjuk, hiszen volt az legutóbbi VB, és aztán 5 vagy 6-1-re kaptunk ki Ausztriától, a franciák is jól megvertek minket. Tehát most azért ezek már tényleg kézzelfogható eredmények. Most már csak azon kell dolgozni, de hát ezen csak szezon közben és a klubokban lehet, hogy ezek a játékosok mondjuk a finnek ellen ne csak egy harmadik, vagy a svédek, vagy a top csapatok ellen csak egy harmadik, vagy egy-két, vagy egy-másfél harmadik bírják ezt az iramot, és tudják ezt hozni. De erről tényleg nem ők tehetnek, hogy van amelyik csapatban 6 NHL-es játékos játszott, de az osztrákoknak is volt legalább egy, aki azért sorsdöntő gólt szerzett. Nekünk nincs ilyen kaliberű játékosunk, igen, meg ilyen állományunk. Ez a kérdés, hogy mikor lesz, ha nem is NHL játékosunk, de most például a csapat jövőjét, hogy látjuk, ugye Sofi tegnap duplázott, 35 évesen már nem tudtam megmondani, hogy lesz-e még világbajnoksága. Tehát kimegy egy olyan generáció is, amit még nemrég úgy üdvözöltünk, hogy jöttek fel a fiatalok. A fiatalok, ezt kellene látni, hogy van-e mögöttük olyan hátország, amelyik majd újra kiharcolja esetleg. Ha már említetted Beke Zsombit, szeretve tisztelt kollégánkat, tehát ő már fent a fogát a következő VB-re, mert azért Csehországban lesz, és akkor oda nagy erőkkel felvonulhattunk volna, mint szurkolók, hát ez sajnos kútbe esett ez a terv. De én azt gondolom, hogy szerintem semmi okunk arra, hogy bánkodjunk. Tehát azért azt nem, nyilván nem gondoltuk, hogy itt majd a skandinávokat vagy bárkit majd hengerelni fogunk.
Kim volt a magyar csapat, mindent megtett, kitette a lelkét a jégre. Úgy egyébként, hogy Kevin Konstantin, ha úgy tetszik, a közelmúltban vette át a csapatot, elkezdődött egy építkezés, versenyképes volt a brigád, kim voltak a magyar szurkolók, mindenkit leszurkoltak úgy, ahogy van, szerintem megint a legnépszerűbb. Hivatalosan megváltoztatták a legjobb szurkolók. Nem nagyon volt kérdés, szerintem már az elején abszolút, sem. Abszolút nem, tehát ez így teljesen rendben volt, tehát az, hogy liftezgetünk, ez ilyen. Én azt, vagy abban reménykedem, hogy azok a játékosok, akik kim voltak, vagy szakvezetők, Kis Dávid, ugye, ha már Kevin Konstantint is megemlítettük, hogy élvezték ezt a világbajnokságot. És ez sokat tanulnak. És sokat tanulnak, és egyértelműen a magyar jégkorong építkezik. Hát az MVM Domba az a meccs a VB előtt, tehát szerintem ez pazar volt. Pazar. Tehát egyre jobban szeretik az emberek a jégkorongot. Erre biztos, hogy itt Fehérváron és talán országosan is nagy hatással lesz az új jégcsarnok, ami több hozzáadott értéket tud hozzárakni egy mérkőzéshez, vagy annak a körítéséhez. És azt se feledjük el, ami szintén az építkezéshez hozzátartozik, hogy a fehérvári klub, az AV19, a brand, az egyik legértékesebb brand Magyarországon a marketing vagy sportmarketing szakma szerint. Tehát egy nagyon tudatos építkezésben van a magyar jégkorong, és szerintem ez egy értékes állomás volt, így sikerül, de szerintem semmi okunk bánkódni, mert egyre jobb hokisaink vannak, és egyre jobb csapataink, és válogatottunk. Hát ha csak azt veszük, hogy gyakorlatilag ajándékként tekinthetjük ezt a VB szereplést, és kis túlzással, de majdnem, hogy Kevin Konstantin mester is úgy küldte fel a srácokat a legtöbb mestre, hogy érezzétek jól magatokat, és hozzátok ki, ami bennetek van, és szerintem a szurkolók is így gondolták, nyilván jobban örültünk volna, hogyha ez az eredményben is megmutatkozik, de így, hogy az utolsó mérkőzésig lehetett izgulni azon, illetve az utolsó percig, szinte az utolsó másodpercig lehetett izgulni azon, hogy mi lesz a végkifejlet, így sokkal-sokkal több pozitívum van, mint negatívum, úgyhogy ezt az egészet ajándékként kellett felfogni, innentől kezdve pedig nem lehet negatív kicsengése a dolognak. Hát nagyon-nagyon különleges helyzeteket produkál az élet, most megint Kajzer Tomit kell hiányolnom, akivel nagyon sokat vitatkoztunk azon annak időben. Mindig a hoki kapcsán mondta, hogy ugye szittuk a focistákat, hogy persze a hokisoknak könnyű, mert kikapnak, és akkor is ünneplik őket, mert a magyar jégkorongozó az egy hős akkor is, ha kikap. Én meg mindig mondtam, hogy ennek azért van előzmény története, mert meg kell nézni, hogy milyen körülményekből, milyen munkával, hova jutottak el, és aztán persze ki lehet kapni a svédektől, meg a finnektől, csak nem mindegy, hogy... És akkor eljutunk a focihoz, mert hát a mai adás sem maradhat el, hol pedig itt Krisztiánt cukkoltuk az adás előtt, hogy újra büszkén feszít a videótonos mezében, mert most megint van minek örülni, és tényleg az lesz a helyzet, hogy a végén meg kell ünnepelnünk, és csapkodni a levegőbe, hogy hát nem akarom elkiabálni, de talán most már nem esik ki a Fehérvár. Még mindig megvan a matematikai esélye, tehát azért el ne bízza magát senki, de hát az utolsó, vagy a legutóbbi fordulónak úgy alakultak az eredményei, hogy nekünk jól, főleg Guttor Attilának és a Mezőkövesnek illik egy hálóimát elrebegnünk, vagy elküldenünk. Ugye Kutya egyébként tett róla, hogy ne essen ki két csapattal egy évben az NB1-ből, ez számára is nyilván egy fontos dolog volt. De hát azzal, hogy legyőzték a Honvédet, előállt az a helyzet, hogy az utolsó fordulóban a kiesett tök utolsó Vasas otthonában a Vidi, hogyha hát nem ér el rosszabb eredményt, mint a Honvéd felcsúton, akkor bent marad. Nem tudom, azért olyan tiszta szívvel petárdázni, meg zászlókat lengetni még nehéz ettől a ténytől. Nagyon így van, viszont az is nagyon rendben volt most, amit láttunk a Soston, tehát most a Vidi tényleg ment, akart, hajtott, csak tényleg hol volt eddig ez a hozzáállás? Tehát ebben ez hol volt egy jó ellenfél hozzá. Igen, jó ellenfél. Jó, hát persze jött megint mindenki okosan, hogy hú, mert leadta az ETE, meg egyéb gyerekek, akkor a Puskás miért nem adta ide, meg más is miért nem adta ide. A Puskás is ide adta. Én már előzőre olvastam, a Puskás is ide adta, az ETE is ide adta, mindenki ide adta, csak közben mégis kiesik a csapat majdnem. Szóval most rendben volt a hozzáállás, látszott, mentek, hajtottak, még több gólt akartak szerezni. Csak tényleg ilyenkor ezt fogalmazódik meg az ember fejében, hogy ez a mentalitás, ez a hozzáállás hol volt eddig, aminek egyébként alapnak kéne lennie. Úgyhogy felszabadultak, hát a második perc, egy 11-es, kivételesen a labda is a megfelelő igen, helyen kötött ki. Nagyon kulcsmomentum volt egyébként, sajnos ebben a helyzetben, hogy a Sön Szabolcs vissza tudott jönni, és volt a Vidinek a bal oldalon is lendülete széljátéka, mert jobb oldalon a Castrati meg tudja húzni, ha olyan az összhang a középpálya is közte. Most ő is meg tudta csinálni, hiszen szép gólt rúgott másodjára,
éppen csak nem les, pont vonalba ültem, és még mondtam is a barátomnak ott mellettem, hogy hú, ez szerintem les volt, legyen ott, mi nem látjuk a vort, vagy várt, és aztán örültünk, hogy megadta, de tényleg a Sönnel lendületet vett a Vidi elől, tehát van olyan játékos, aki meg tudja húzni, be tudja adni, vagy ő maga is helyzetet tud teremteni, ez itt most a végén szerintem nagyon fontos tényező, meg ez, hogy így jártak bele a meccsbe. Ettől függetlenül most pont félek attól, hogy azt mondjuk, hogy jó, van, rendben van ez majd, aztán kapunk egy segreverést a Vasastól, a Honvéd meg úgy fogja fel ezt a Puskás meccset, hogy mint egy kupa döntőt, egy meccsre gyúrja, nincs más esélye. Nagyon szeretik a Honvéd szurkolók a Puskás nevét viselő csapatot amúgy is, tehát számomra egy különös szóval ez itt azért még izgalom elég tétel lenne. Én azt is hallottam egyébként, hogy Salló István tulajdonképpen bent tartotta a Vidit. Ez a magyar futball specialitása, tényleg, hogy Kutor Attila ugye Vasastól elküldték, elment Mezőkövesre, kiesett volna mind a két csapattal, Salló Istvánt elküldik Fehérvárról, visszajön az a Legerszeg igazgatójaként, és kiejthetné a Vidit, de megmentét. Tehát, hogy mindenkinek mindenhova van egy csápja, egy emléke, egy motivációja. Igen, de azért az példanélküli szerintem a 12 csapatos NB1 történetében, hogy egy meccsel bent tudsz maradni. Egy jó tavaszi meccsel bent maradsz a bajnokságban, és nem zuhansz ki úgy, hogy egyébként megértemelnéd. Tehát, abszolút, hogy ez hihetetlen. Hát jó, mondjuk vegyük ide a Ferencváros elleni X-et, az se volt rossz, de itt vége. És ezzel... Ez a tavasz, ez tényleg kriminális maradni. Volt. Tehát, hogy... hát van, az nyilván az ember, a csapat szerencsé, hogy van két még rosszabb, mert azért ezt a Honvédot a Vidi háromszor megverte. Kapott gól nélkül. Ez a Vidi, tehát hogyha tényleg a Vidi idei szezonjára mondjuk, hogy minősíthetetlen és tényleg felháborító, akkor mit mondjanak a Honvéd ultrák, egy még nagyobb történelmi tradíciójú, még nagyobb gyökerű csapat szurkolói, akiket ez a Vidi háromszor megver. És most akkor én olvastam kispesti véleményeket, gondoltam, majd tényleg jön a köpködés meg a felháborodás. Nem, azt mondják, hogy hát nincs miről beszélni. A MOL Fehérvár háromszor megverte a Honvédot, akkor milyen alapon akar a Honvédben maradni a MOL Fehérvár előtt? Szóval legalább azt mondhatjuk, hogy a Honvédnál jobbak voltunk, még a Vasasnál jobbnak kéne lenni egyszer, azért biztos, ami biztos. Csak emlékeztetek, volt már olasz, hogy 99-ben úgy esett ki a Vidi, hogy az utolsó fordulóban a Vasassal játszott egyébként, de az itt volt Fehérváron. Szóval ne történjen meg, de ezzel együtt egyetértek Krisztiánnal, hogy nagyon mélyen felháborító volt ez a szezon, és hát tanulságokat levonni azért nagyon-nagyon fontos lesz, akkor is, ha sikerül a bentmaradás. Hát ugye azt látni kell, hogy ennél jobb helyzetben talán nem is lehetnénk. A Honvédnál én azt látom... Ott a második, harmadik helynél azért mondjuk. Az előzményeket nézve, és egy kicsit komolyra fordítva, azt lehet látni, illetve a nyilatkozatokból és a történésekből is talán az jön le, hogy a Honvédnál egy kicsit már temetik a szezont, ugye ott már fejek hullottak azért, mert botrányosan szerepel nyilvánvalóan. Ez nem mindegy egyébként, igen, hogy ott levonták már a következtetéseket. Ha még esetleg valami csodával bent maradnának, akkor sem hívják vissza a most kirúgott klubigazgatót. Nyilván. Kíváncsiak leszünk nyilván majd a fehérvári következményekre. Kicsit folytatva a gondolatmenetet, viszont ugye iskola példa ismét, tehát annak, hogy bent maradunk, annak most tehát nem szabad olyan önfeledten örülni, tehát nem szabad isteníteni a csapatot szerintem, majd az utolsó mérkőzésen. Nyilván nem lesz köszöntés, nyilván bele kell őket hajszolni a győzelembe, annál is inkább most... Most ugye ez rendben van. Ultrák ünnepelnek az országgal, bent maradtunk, és petárda meg füstfelhő, és a Városháza erkélyéről lehet integetni. Meg lett a 10. hely. Persze valamilyen szinten örülni kell, de azért nem ennyire. Tehát ismét visszatérve a gondolatmenethez, az azért pozitívum, hát nyilván szóltak a játékosoknak, hogy azért jó lenne, ha ti is a szurkolók mellé állnátok, és így állják a belépőjegyek árát az utolsó mérkőzésre, ugye a Vasas ellen, de visszatérve... Hát, ha csak meg nem veszik a Fradi ultrákoda is a jegyeket. Tőlük, igen, de hogy rossz helyre kerüljön az is. És akkor most már tényleg befejezve talán a dolgokat, tehát nem szabad örülni olyan szinten ennek a győzelemnek, hogy a kettesnek, tehát egy éppen hogy csak elcsípett utolsó előtti helyezésnek csak a hülye gyerekek örülnek. Nyilvánvalóan az iskola legbutább tanulói bemaradtak. Vidire nem szabad ezt mondani, illetve nem szabad, hogy az a helyzet még egyszer előforduljon, hogy egy alkalmatlan társaság képét, benyomását keltsék egész szezonban, hanem itt igenis ebből most tanulni kell. Nyilván nem
fog előfordulni az a helyzet, hogy MB2-ből kell visszajönni, nagyon reméljük, de itt nagyon-nagyon oda kell most már figyelni, mindenkinek meg kell hallgatni, össze kell ülni, sportpszichológus, stb. Hát ennek a helyzetnek még egyszer nem szabad előfordulni. Ha van pozitív kicsengés ennek a dolognak, akkor az az, hogy egy ilyen pocsék, trehány szezon után 6000 ember kiment szurkolni a csapatnak, aggódott és bíztatta a csapatot, és hitt benne, és bízott benne. Szóval, hát ezért kell azt éreznie szerintem mindenkinek a klub környékén, és nem csak a játékosoknak, hanem tényleg mindenkinek, hogy itt azért ez felelősség. Tehát valóban, ahogy Szilárd is mondja, nem lehet most itt zászlókat lengetni, meg ünnepelni. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy azért bebizonyította már a futballtörténelem Magyarországon is, most csak azt nézem, hogy egy Vasas és egy Honvéd esik ki az NB1-ből, azért az 30-40 éve elképzelhetetlen volt, de hát más időket élünk, tehát lehet azt gondolni, hogy ez egy ilyen elcseszett szezon volt, és valamikor rosszul döntöttünk, aztán utána, hát akkor már így alakult, és akkor már tulajdonképpen, mintha nem lennének okok, a legnagyobb hát nem tudom, röhely, vagy groteszk, vagy nem tudom milyen fordulat az lenne a sorsnak, ha mondjuk bennmaradunk, és minden marad vezetői, döntéshozói, játékos szerződtetési egyéb ügyben ezen a szinten, mondvá, hogy hát megúsztuk. Mert a futball büntet, tehát én simán tudom képzelni, hogy jövőre nem ússzuk meg. Én nem értek egyet azzal, aki azt mondja, hogy jó, hát ez egy ilyen szar szezon volt, jövőre meg megnyerjük az első három meccset, aztán már is ott vagyunk az élen, és majd megyünk a Fradival a bajnoki címért. Nem lehet, tehát a futball azért nem kockajáték, hogy most hatos dobtam, legközelebb majd egyes dobok, vagy fordítva. Itt okok, okozatok vannak. A Vidi is kieshet. Kieshet még most hétvégén is, és kieshet jövőre is. És oké, hogy a Kecskemét nem lesz megint második, meg a Mezőköves sem biztos, hogy mindig bent fog maradni, de arra bazírozni, hogy mi vagyunk a Videoton, hát mi úgyse esünk ki, az szerintem a létező legnagyobb hiba lenne, már csak azért is, mert azért ennek volt egy íve. Tehát amikor a not one, not two, three penalty José Gomez volt először, hogy nem jutottunk ki a nemzetközi kupába, mert negyedik lett a csapat, negyedik. Akkor már úgy éreztük, hogy hát itt megfosztottak tőlünk valamivel. Igen. Itt 2018-ban, 9-ben voltunk utoljára bajnokok, azóta folyamatos a lejtmenet. Folyamatos, akkor is, hogyha csak a Fraditól való távolságban mérjük, nem helyezésben, pontszámban. Tehát nem lehet azt gondolni, hogy itt majd most a bennmaradás, hogy megoldódtak a dolgok. Szerintem nem, itt valami biztos, nagyon komoly. Biztos, hogy nem. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a vezetőségen belül is nagyon nagy problémák vannak. Mert lehet, hogy volt némi szerencse, vagy lehet, hogy voltak jó súgók, amikor bajnok csapatunk volt utoljára, de azóta valami nagyon elszakadt, és azóta csak rossz döntés hátán. A keret az gyakorlatilag teljesen így ment le az elmúlt 4 évben, a minőségét tekintve. Most ebben a szezonban azt a töketlenséget, bocsánat tényleg a kifejezésért, hogy összességében nem 8, mert sokáig 8-at mondtam meg, szerintem 10 támadót rakott ki a keretéből, küldött el vagy engedett el a vezetőség. Hát nyilván nem az edző mondta meg egyedül, hogy most itt 10 játékos mehet nyugodtan, a Csobotot engedjük el Újpestre, mert még lehetőséget se adtunk neki, annyira béna és a többi. Tehát most mondok neveket, akik egyébként máshol megint tök jól játszanak. Tehát 10 támadót küldtek el, engedtek el, raktak le a tartalék csapatba, és helyükre kit hoztunk támadót? Senkit. Szűrőket igazoltak. És még előtte meg volt az ígéret, amikor a Huszti Szabolcsot kinevezték, hogy na majd télen kisöpörjük az öltözőt. Hát söpörtek, csak kifele, de nem hoztak be, nem igazoltak befele. És mondja Juhász Roland a szurkolói ankéton anno, hogy hát mert nem olyan könnyű télen igazolni, meg kit lehet minőségbe télen igazolni. Gyerekek, az Újpest tud ilyen szép nagy darab néger gyerekeket igazolni még márciusban is, vagy április elején. Mi azért igazoltuk télen éjszakról, mert nekünk meleg, hát, meleg van ahhoz képest. Szóval egyértelműen látszik az, most nem akarom dilettantizmus, mert tényleg most nem akarom bántani őket, de hogy valami koncepcióhiány van, az nagyon-nagyon biztos. És ezen nagyon változtatni kell. Tehát itt most nem lehet azt csinálni, hogy
Hát jó, köszönjük, megúsztuk, maradunk a helyükön. Biztos vagyok benne, hogy az lesz egyébként, hogy haláli csönd lesz, ha befejeződik a szezon. Nem lesz semmiféle kommunikáció, le fognak kommunikálni néhány játékost, aki megy, néhány pozitív üzenet a szurkolók felé, gyorsan próbálnak egy-két igazolást bejelenteni, és megy a túlélésre a játszma továbbra is. Hát ezen a tekintetben. Nagyon jó lenne, ha nem így lenne, kellene egy kis változás. No. Most már ugye úgy beszélünk, mintha bent maradt volna a vidés. Bent is fog maradni, de nagyon sok érdekes kérdés vetődik fel, ugye, hogy Balázs is utalt rá, szerintem az egyik legérdekesebb, hogy Grzelak mester marad-e a posztján. Mert ugye hallottuk, és mondta is itt már az utolsó meccseken, ugye a vérciki előző mérkőzéseken, amit számára is már olyan ciki volt, és ő is megmondta már elég előtt teljesen a véleményét, hogy itt mit kell csinálni, hogy gólok kellenek, stb. Csak nem ilyen szépen fogalmazott, hanem egy sokkal rondában. Igen, tehát, és a végén azt mondta, hogy a tűzoltásra szerződtették. Most a következő szezonban nem lesz szabad úgy neki indulni, hogy akkor most tüzet oltunk. Mert ekkora tüzet azért nem lehet eloltani, úgyhogy nagyon érdekes lesz szerintem, hogy sok más egyéb mellett, hogy az edző marad egyáltalán. Ennek tudom, hogy olyan szerződése van, ha sikerül a bennmaradás, akkor plusz 2 év. Hát ezt nem tudom, hogy milyen szerződése van, és hogy valóban ilyen van-e. Ennek már valószínűleg el kellett dőlnie, ha tényleg képes tanulni a klub a korábbi hibáiból, hiszen Borisnál is ez volt, hogy igazából szerintem senki nem tudta, mit akarnak. Aztán meghozták azt a döntést, ami végül is nem bizonyult jónak. Mindegy, meglátjuk. Bízom benne, hogy jövő héten, bocsánat, amikor... még egy mondatot, bocsáss meg, Zoli, hogy ugye ezt nem gondoltuk volna, mert ugye a női csapat is NB1-es lett, hogy a nők simán bennmaradnak, a férfi csapatnak meg bennmaradási gondjai lesznek, de azért ezúttal is szerintem gratuláljunk a Vidi női NB1-es csapatának. Igen, csak én hangosan bemondta, hogy gratulálunk. És tényleg, majdnem ezren vagy 800 ember kín volt azon a meccsen az utolsó fordulóban, Malarén, a Sóstól van szó, a Gajdóczi Tibor együttesen. Biztos nem játszottak rosszabbul, mint a csapat a legrosszabb meccsei, úgyhogy gratulálunk a csajoknak. Adásidőnk viszont sajnos lejárt, úgyhogy majd a jövő héten folytatjuk. Bízunk benne, hogy akkor a külsőségekben igenis, de a lelkünket nem kell feketébe öltöztetni, és mindenki megnyeri a maga mérkőzéseit addig. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket is nektek, hogy itt voltatok. Viszontlátásra! Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.